Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai csütörtök esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Jöjjenek legfontosabb híreink! Városi díjat vehetett át Molnár Renáta és Gábor Nagy Árpád. Édesapám és Páger Antal gyermekkori jó barátok voltak. A makói Luigi is fellép az Ambo Jimmy emlékkoncert sorozaton. Makóváros közművelődésért és Makóváros közszolgálatáért díja jutalmazta Farkasi Erzsébet polgármester Molnár Renátát és Gábor Nagy Árpádot odaadó munkájukért. A díjazottak munkájukra hivatásként és egyben hobbiként tekintenek. Molnár Renáta a makói járási hivatal vezető helyettese az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakképzőiskolában kezdte meg tanulmányait, számügyi szervező és humán szervező diplomával rendelkezik, valamint 2009-ben közigazgatási szakvizsgát tett. 10 éven keresztül a munkaügyi központban dolgozott, majd 2013. március 1-től a makói járási hivatal hatósági osztályának munkatársa lett. 2014. december 1-ével bízták meg az okmányiroda osztály vezetésével, 2020 áprilisától a kormányablak osztály vezetése mellett ellátja a járási hivatal vezető helyettesi feladatokat is. Mint mondta, mindig is emberekkel szeretett volna foglalkozni. Az én munkám szépsége az, hogy minden nap sok száz embernek tudunk segítséget nyújtani hivatalos ügyeik intézéséhez, és számomra ezért ez egy olyan munkahely, aminek szíve és lelke is van. Jelenleg az öröm és a hála érzése kavarodik bennem. Örülök, mert mindenkinek fontos az, hogy elismerjék a munkáját és az értékeit, és hálás vagyok mindazon embereknek, akik gondoltak rám. Gábor Nagy Árpád a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kralinét tanára, fúvós munkaközösség vezetője, több mint 10 éve az ifjúsági fúvózenekar és az utánpótlás fúvózenekar vezető karnagya. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi Konzervatóriumában szerzett klarinét művész és kamaraművész diplomát. 1996 és 2010 között a Makói Magánzeneiskolában dolgozott. Kezdőtanárként itt szerezte meg első szakmai tapasztalatait, amit később munkahelyén a jelenlegi Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában kamatoztat. Abba kivételes szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan hivatásom van, amit nem munkának fogok föl. Nap mint nap teszem a dolgom, szerencsére nagyon jól érzem benne magam, és természetesen adott esetben azért van egy kis fáradtság, de ezek mind örömteljesek, és ilyenkor, amikor meg van erősítve az ember ebben a küldetésben, akkor ez egy új erőt ad. Gábor Nagy Árpád nemrégiben az Országos Zeneiskolai Fúvóstanárok versenyéről nívódíjjal és aranyminősítéssel tért haza. Növendékeivel szólóban, kamarában és az iskola fúvózenekarával meghatározó szerepet töltenek be városunk és térségünk kulturális életében, valamint a művészeti iskola rendezvényein is, melyből a vendégek is részesülhettek, ugyanis az esemény zárásaként egy ünnepi hangversennyel kedveskedtek a megjelentek. Páger Antal egy mindenki által ismert magyar színész óriás, aki határainkon túl nemzetközi viszonylatban is kivívta a szakma, valamint a közönség megbecsülését. A 20. század egyik legtehetségesebb színművésze Marosmenti városunkban Makón született, gyermekkorában itt köttetett barátságai pedig egész életében végig kísérték. A következő percekben abban nyerhetnek betekintést, hogy milyen út vezetett a Páger Antal színészdíj megalapításáig, valamint hogy milyen máig élő szálak kötötték Téni bácsit településünkhöz. Idén már 22. alkalommal ítélték oda a Páger Antal színészdíjat városunkban. A kezdeményezés csírája a színész óriás 100. születésnapján szökött szárba. Az alapötletet Varga Márta több társával közösen dolgozta ki. A kommunikációs szakember az idei díjátadón stábunkat visszakalauzolta a kezdeti évekbe. 2 évvel azután, hogy az első Páger emléknapot megtartottuk, és akkor letettük az esküt, hogy Páger Antal születésének az évfordulóján
szeretnénk minden évben őre emlékezni egy ilyen színészdíj átadásával. Az általam kitalált díj a Franyó Robi ötletével megerősödve, hogy ez egy szakmai díj legyen, a Karsai Ildikó ötletével megerősítve, hogy ez Téni bácsi gyűrűje legyen, és a Sipos Jenci alapötletével megerősítve, hogy ez mindig a Téni bácsi születésnapján történjen. Így állt össze ez a csapat, így állt össze maga az ötlet, ezt fogadta el a város. A város és a Páger leszármazottak közti jó kapcsolat a mai napig töretlen. Ebben az önkormányzat mellett nagyon fontos szerepet játszik a helyi Gerzanics család is. Téni bácsi gyermekkori jó barátja volt ugyanis Gerzanics Elemér. Fia György stábunknak elárulta. Ez a szoros kapcsolat felnőtt korban is megmaradt. Többek között makói barátjának köszönhető például az is, hogy Páger Antal több mint egy évtizedes argentin emigrációjából az 50-es évek közepén visszatérhetett Magyarországra. Az ő kettejük barátsága az egy olyan barátság volt, egy igaz barátság volt, amire manapság már nem igen van példa. Tehát én az egész kapcsolatukból azt szűrtem le, hogy ők egymásért mindent megtettek a nehéz időkben is. Hát például a hazahozatalakor édesapámat kérték meg, hogy segítsen. Leveleket írt neki, az akkori viszonyokat bemutatta, és próbálta rábeszélni, hogy jöjjön haza. Ez szerintem sokat segített abban, hogy ő olyan elhatározást hozott, hogy engedve a mérhetetlen honvágyának hazajött. A családját ugyan akkor kénytelen volt kint hagyni Argentinába, de ugye az idősebb lánya később hazajött hozzá, és aztán hát a unokák is itt nevelkedtek. Rávilágított, ő maga is úgy cseperedett fel, hogy többször találkozhatott a legendás színésszel. Páger Antal személyisége mély benyomást tett rá. Nagyon jó embernek ismertem meg Téni bácsit, de hát ez nem is lehetett volna másképp, hiszen édesapámnak akkori barátja volt, akkor az csak így lehetett, hogy ők mindent megtettek egymásért, és igazi barátok voltak. Én is a családtagjaként úgymond belenőttem ebbe a szerepbe, és az édesapám halála után is mi Téni bácsival tartottuk a kapcsolatot, illetve akkor a tanácsnál dolgoztam, és annak idején Forgó Pista bácsi kért meg, hogy én segítsek a város és Páger Antal közötti kapcsolat kialakításában. Én ugye ismertem Téni bácsit, és ezen az úton alakult ki a további kapcsolat. Igaz, Páger Antal 1986. decemberében 87 évesen végleg itt hagyott bennünket, ám Makó városa és a család leszármazottai között a jó kapcsolat azóta is fennmaradt. Ezt pedig minden esztendőben a színész legenda előtt tisztelgő díj odaítélése is tovább erősíti. A tavalyi rendkívül aszályos esztendő sok mindenre volt kihatással. A tűzoltók munkáját is olyan mértékben nehezítette meg a szárazság, amire az elmúlt években nem volt példa. Osztotta meg televíziónkkal a makói kirendeltség tűzoltó parancsnoka. Mint megtudtuk, műszaki mentések tekintetében azonban szerencsések voltak. A makói hivatásos tűzoltók 690 négyzetkilométernyi illetékességi területükön mintegy 45 ezer lakosra vigyáznak. 2022-ben 312 esetben kellett beavatkozniuk, ennek közel felét a tűzesetek tették ki. Ezen belül is a szabadtéri tüzek okozták a legnagyobb gondot. Az aszályos nyár miatt vármegyékben 1153 hektár, azaz 2300 futballpályányi terület égett le, ennek fele Makón és térségében. Számolt be magazinunkban Balog Róbert. A tűzoltóparancsnok elmondta, hogy mondták pusztán az Igási útnál és Bogárzóban is nagy kiterjedésű tüzeket kellett megfékezniük a szakembereknek, ahol a munkavégzést a nehéz terep és az erős változó irányú szél mellett egyéb körülmények is nehezítették. Ez egy zsombékos, tehát nem csak járművel, gyalog is borzasztó nehezen járható, ilyen szikes zsombékos, ilyen fűcsomós terület igazából.
nagyon sok éghető anyag található területen, ugye a légcsere az akadálytalan, tehát az igaz, a tűz szabad terjedését ugye ez nagy mértékben megkönnyíti, és ugye egy kiszáradt vegetációról beszélünk, borzasztó szárazság volt már akkor, és magas környezeti hőmérséklet volt. Ez a beavatkozás szempontjából fontos, ugye a tűzoltóknak a megterhelése ilyenkor rendkívüli, eleve a tűz miatt is, de a magas környezeti körülmény között miatt is. Ezek a nehezítő körülmények miatt ugye ezek olyan események, ahol több tűzoltó rajnak az együttműködése kell. A Monták pusztai, tehát a 400 hektároson ott 6 gépjármű fecskendő volt jelen, és 4 vízszállító, 37 tűzoltó oltotta azt a tüzet. A másik két esetben 25-25 tűzoltó volt jelen. Az alezredestől megtudtuk, hogy segítségnyújtásra 55, még műszaki mentésre 114 esetben került sor, mely esetszámok a korábbiaknál alacsonyabbak. Teljesen egyértelműen kijelenthetjük, hogy a műszaki mentések számai azok a viharok számának és intenzitásának függvényében alakulnak. A tavalyi év ebből a szempontból szerencsés volt, összesen 38 darab ilyen viharkárunk volt, de volt olyan év már, hogy 130-160 volt, ami kimondottan viharkár, tehát vagy faág, letörés, leszakadás, vagy egyenesen fakidőlés volt. Tehát ebből a szempontból szerencsés évet zártunk. Közúti baleseteket, ha nézem, akkor 33 darab olyan közlekedési baleset volt, ami ez a tűzoltók segítségét és a tűzoltók szaktudását, illetve eszközei szükségesek voltak. A szakember a beszélgetés végén közelgő rendezvényükre invitált, melyet nyitott szertárkapuk néven a vasárnapi gyereknapon tartanak. Ennek részleteiről jövő heti híradónkban számolunk be. Rendhagyó tárlatvezetéssel, közös rajzolással és színezéssel várták a József Attila Városi Múzeum dolgozói az érdeklődő kisiskolásokat a múzeumi világnap alkalmából csütörtök délelőtt. A fiatalok az interaktív módon összeállított József Attila kiállítás minden állomását nagyon élvezték, zárásként pedig szép alkotások születtek. A Nemzetközi Múzeumok Tanácsának kezdeményezésére 1978 óta ünnepeljük minden esztendőben, május 18-án a Múzeumi Világnapot. 2015 óta a József Attila Városi Múzeum is rendszeresen szervez programokat ennek apropóján. Egy-egy településen nagyon fontos feladata van egy múzeumnak, vagy éppen egy helytörténeti gyűjteménynek, mert hogy a múltunkat, az örökségünket, a szellemi és tárgyi örökségünket őrizzük. És legalább évente egyszer legyen egy ilyen nap, amikor csak rólunk szól a múzeumokról. Kultúra közvetítő, információ közvetítő hely, tulajdonképpen jó találkozási hely, egy közösségi hely, ahol családi napokat, programokat tudunk szervezni, ahol jól tudja érezni magát minden korosztály, és hát valamivel mindig bővül a tudása, valami új információval mindig gazdagodik, és így tud hazamenni. A Múzeumi Világnap jegyében a mai nap délelőttjén interaktív formában vehették szemügyre a fiatalok az intézmény földszinti kiállítóterében berendezett tárlatot. Csengeriné Szabó Éva múzeum pedagógus stábunknak elmondta, hogy munkatársaival közösen milyen elfoglaltságokkal készültek a fiatalok számára. Nézd meg egy kiállítást, illetve színezz egy képet, mottót választottuk így a nap központi témájaként. Az újonnan megnyílt József Attila Makói éveit bemutató kiállítást tekintetik meg tárlatvezetéssel az érdeklődő diákcsoportok, utána pedig a témához kapcsolódva a Szépség koldusából, az első verses kötetéből József Attilának választhatnak verseket, és ehhez rajzokat, illusztrációkat készíthetnek, vagy van már előre egy pár megrajzolt kis képecskénk is, azt is kiszínezhetik, hogy ezáltal is a kiállítást még jobban megismerjék, illetve az új ismeretek rögzüljenek számukra. 7:20-kor indulás az iskolába, 8-tól együtt tanulás, délután 1:30-ig ebéd, ezután 3-ig szünet. Rozsnyai Boglárka Luca, a Szikszai György Református Óvoda és Általános Iskola tanulója is részt vett a rendhagyó tárlatvezetésen. Az 5. osztályos diák elmondta,
Korábban is többször járt már a múzeumban, és ez a mostani kínálat is elnyerte a tetszését. Ilyen online játékokat is ugye ki lehet itt próbálni, kirakókat, ugye a régi fényképezőgép is ugye itt van, és ezek így nagyon érdekesek szerintem. Szeretsz-e úgy általánosságban véve olvasni? Vannak esetleg kedvenc költőid, íróid? Petőfi Sándor ír nagyon jó verseket, Arany János, József Attilának is vannak nagyon szép művei, és így alapvetően szeretek, igen. A József Attiláról szóló kiállítás körbejárása után a fiatalok rajzolás vagy színezés formájában fogalmazhatták meg élményeiket. A szervezők ezt eredetileg szabadtéren, az intézmény udvarán szerették volna megvalósítani, ám a szeszélyes időjárás miatt ez nem jöhetett létre. A kezdeményezés értékéből azonban ez semmit nem bont le. A jó hangulatnak és a szabadidő hasznos eltöltésének nem szabhatott gátat. A makói Luigi énekes is részese lehet a Zambó Jimmy emlékkoncertnek, valamint az Erkel Színház egyik produkciójára is felkérték. A zenész az interjú során megosztotta velünk, hogy egy újabb aranylemezzel bővült díjainak száma, amelyet a közelmúltban vehetett át. Igen mozgalmasan indult az idei év a makkói Kócé Lajosnak, művész nevén Luigi-nak. Az énekes megosztotta, hogy számos rendezvény alkalmával találkozhatnak vele a zenekedvelők. Többek között felkérték a Zambó Jimmy emlékkoncert sorozatra, amelynek oszlopos tagja is lett. Nagyon örülök a felkérésnek, hogy mint oszlopos tagja lehetek, hiszen 47 állomás van terben. És hát elég szép számmal megyünk már, tehát már vannak nagyon sok helyek, ahol nem csak Magyarországon, hanem valószínűleg külföldön is fogunk találkozni a kedves közönséggel. Ezen dolgozunk folyamatosan Zambó Árpival és a Zambó családdal egyeztetve, hogy pontosan hol és kikkel és milyen zenei aláfestéssel, hiszen még azon felül, hogy oszlopos tagja lehetek ennek a produkciónak, én vagyok a zenei rendezője is, úgyhogy ez tényleg egy nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hiszen ugye akik ismerik a munkásságom, azok tudják, hogy a Zambó Jimmy dalokkal indultam el. Az elmúlt 22 év Zambó Jimmy díjas művésze is közreműködnek a rendezvény sorozaton. Továbbá szó esett egy rendhagyó produkcióról is, amelyben szintén szerepel Luigi. Az Erkel Színház Égiek koncertje című emlékkoncerten lép fel május 26-án a makói zenész. Ott olyan nemes előadó művészekkel dolgozhatok együtt, mint Viki Dágyula, Varga Miklós, Keresztes Ildikó, Verév Tamás, úgyhogy ez is egy hatalmas nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen produkcióban részt vettem és felkértek. Olyan előadóktól fogunk énekelni, akik már nincsenek köztünk. Hát ugye én rám a Zambó Jimmy jutott, de természetesen nagy örömmel teszem ezt a felkérést is. Az énekes dalszerző elárulta, hogy van egy félig kész szerzeménye, amely már egy ideje a fiókjában van, de hamarosan hallható is lesz. Nyár elejére vagy közepére, mert olyan hangulatú a dal, tehát egy kicsikét a nyárral kapcsolatos, hogy megfogom lett majd a közönséget, úgyhogy készülök vele. Amellett ugye most nemrég kaptam egy újabb aranylemezt, aminek nagyon örülök, ezt a múlt hónapban vehettem át, és ezután is szeretném megköszönni minden kedves rajongónak és nézőnek, hogy tényleg már 20 éve szeretnek és gratulálnak nekem. Tehát ez nagyon jól esik. Pláne a makói közönség, tehát ugye ezt mindig meg szoktam köszönni, hogy innen indultam el, tehát hogyha nem lett volna ekkora biztatás a közönségemtől, a makói közönségemtől, akkor lehet, hogy most nem lennék ott, ahol vagyok, úgyhogy köszönöm szépen minden kedves makóinak. Luigi egy kis kezdcsináló gyanánt mikrofont ragadott és énekelt a makói városi televíziós stábjának, bízva abban, hogy minél több emberhez eljut. Bukodiát vagyok már én, nem írom el a szenvedést, bukodiát. Leszek, még élek. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Városi díjat vehetett át Molnár Renáta és Gábor Nagy Árpád. Édesapám és Páger Antal gyermekkori jó barátok voltak. A makói Luigi is fellép a Zambó Jimmy emlékkoncert sorozaton. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást. K.
Kedves nézőink, ez volt a május 18-ai csütörtök esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!